Kedves kongresszus, tisztelt hölgyeim és uraim! Most egy újabb polgármester kollégámat hívom fel hamarosan a színpadra, és köszöntöm is őt. Polgármester asszony maga mögött hagyott 8 évével, már ami a polgármesterséget jelenti, hatékonyan és segítséggel a óriási fejlődést ért el a városában. Én Isten igazából 2015 tájékán, 14-15 tájékán ismertem meg, amikor arról kellett dönteni a polgármestereknek, hogy meddig tűrik azt, hogy az illegális migrációnak nem lehet Isten igazából jogszabályi háttérrel gátat szabni. És akkor kezdeményeztünk egy polgármesteri összefogást, és polgármester asszonynak óriási szerepe volt abban, hogy több mint 2500 magyarországi polgármester egy olyan petíciót fogalmazott meg, amelyben hitettett amellett, hogy nem kérünk az illegális migrációból, és hitettett amellett, hogy igenis szükség van a határvédelmi kerítésre. Nagyon szépen köszönöm polgármester asszonynak azt, amit Makó értett, és ezt is, amit közösségünk kért, a magyar nemzet értett. Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt miniszter urak, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Köszönöm a városunkról készült felvezető képsorokat, gondolatokat, hiszen emlékeztetnek bennünket és engem is arra, hogy 2019-ben, amikor ugyanígy itt álltam önök előtt, a kongresszus küldöttjei előtt, köszönetemet fejezhettem ki miniszterelnök úrnak és térségünk országgyűlési képviselőjének, Lázár János miniszter úrnak, hogy 2014-ben, 20 év szocialista városvezetést követően ígéretet tettek egy óriási makói fejlesztési és fejlődési lehetőségre, melynek eredményeit hűen tükrözik a megjelenített képsorok. 4 éve a kongresszus előtt, Mihály napján, debreceni polgármester társam után már csak másodikként köszönthettem Varga Mihály pénzügyminiszter urat a névnapja alkalmából, akinek szintén oroszlán része volt a makói fejlesztési források lehívásában. És Szijjártó Péter külügyminiszter úr, aki éppen Kínába indult a kongresszus közben, és utazása emlékezetembe idézett egy kínai közmondást az ünnepről, mint közösségi együttlétről. 4 év elteltével csak ámulni és rácsodálkozni tudok az akkori eseményekre, mint a hívő ember, aki a Kairosz idejében kegyelmi pillanatot él meg Istenével, hiszen nem régiben ünnepelhettük városunk közösségével az év ipari parkja kitüntető cím mellett egy kínai nagyvállalkozó 30 milliárdos befektetésének alapkő letételét miniszterelnök úrnak és éppen e három miniszterünknek köszönhetően. Micsoda véletlen, nagy vével. Feltettem hát a kérdést ideérkezve, milyen felvetéssel éljek ma, ha a dolgok Isten kifürkészhetetlen útjai által 4 év után így teljesülnek a kimondott szavak által városunkban. Hálatelt szívvel köszönöm meg Istenünk egykori áldásos humorát, mely miniszterelnök úr és miniszter urak szolgálata által Makóra érkezett. Köszönöm városunk közössége nevében. Igen, az egykor kimondott kínai közmondás szerint a mai nap közösségi együttléte is erőt, bátorságot, örömteli találkozást ajándékoz sok egyszerre tartó ember számára, ahogyan Mikszáth Kálmán írja. És hát az ifjú Mikszáth is itt ül már közöttünk Máté személyében, mint hallhattuk. Amikor körültekintek ebben a térben, és mérhetetlenül hálás és alázatos szívvel vagyok mindig itt önök között, mert ténylegesen
hazaszerető, hazáját féltő emberek egy célra tartó közösségét látom, akikkel mindig örömteli találkozni, beszélgetni, hiszen közös ügyünk Magyarország sorsa. Isten áldja meg önöket ezért. Mert nekünk valóban Magyarország, magyar településeink az elsők, mindig, mindenkor, még ebben a válságok és háborúk által megtépázott világban is, amelyről sokszor érezhetjük úgy, a nemzeti értékek, a nemzeti szuverenitás eltiprására szövetkeztek. Ahogy a Magyarország kormánya az elmúlt 13 évben visszaadta hazánk büszkeségét, úgy tettük meg mi is a makóiakért ugyanezt az elmúlt több mint 9 évben. Magyarország most egy erős, szabad és biztonságos ország. Makó most egy erős, szabad és biztonságos város. A mellettünk álló magyar családok milliói várják azt, hogy minden nap, minden erőfeszítésünkkel azon dolgozzunk, hogy ezt a büszkeséget, ezt a biztonságot soha többé senki ne vehesse el tőlünk. Emlékezzünk vissza arra, hogy a hazánkat most is kiárusítani kívánó dollárbaloldal, ahogyan ma már többször elhangzott, annak idején honnan tolta vissza a kormányzás végére a dollárbaloldal. Mindeközben összefogva a magyar kormánnyal és szövetségben térségünk országgyűlési képviselőjével, Lázár János miniszter úrral, akit Makó fogadott gyermekeként tisztelünk, munkahelyeket teremtünk, gazdaságot, közösséget fejlesztünk Makón. Mint egy 30 milliárd forintból építünk új üzemet egy kínai befektetővel, és a makoveci hagyatékot a hagymatikum gyógyfürdőnkre vonatkozóan több mint 10 milliárd forint értékű állami bővítéssel új alapokra helyezzük városunk turizmusában. Ez a különbség, kedves barátaim. Igen, lehet úgy vezetni egy várost, összefogva, hogy ne adósodjon el, hogy vágyakozva a válságok megszűnése mellett is a fejlődés tovább erősödhessen. És mit tesz eközben a brüsszeli bürokrácia? Nyomást gyakorol ránk, hogy vegyük el a magyar családoktól, a makói családoktól is a rezsicsökkentést. Megszervezni, hogyan osszuk szét az Európai Unió területére érkező bevándorlókat. Elképzelni sem szeretnénk, micsoda következményei lennének ennek egy délalföldi határközeli kisvárosban, Makón. Megtapasztalhattuk a környezetünkben 2015-ben. A baloldali Európa parlamenti képviselők lelkes asszisztálása mellett visszatartja a magyaroknak jogszerint járó forrásokat, és sorra hozza a háború elhúzódásához vezető rosszabbnál rosszabb döntéseket. Miközben mindannyian a béketárgyalásokért fohászkodunk, mert békében akarunk élni, családjainkban és közösségeinkben egyaránt. Tisztelt kongresszus, éppen ezek miatt mérhetetlenül hálás vagyok, hálásak vagyunk minden felelős politikusunkért, akik nem engedik, hogy úgy táncoljunk, ahogy Brüsszel elvárja. Mindannyian tudjuk, Magyarország szinte összes településén ott vannak azok az idegen érdekek által támogatott politikusok, sokszor civil szervezetek áruhájába bújva, akik visszatérésükkel az elmúlt évtized alatt kiharcolt szuverenitásunkat Brüsszel lábai elé helyeznék. Ne engedjük, hogy elért eredményeink Makó és térsége szintjén mintegy 150 milliárd forintnyi fejlesztés, lakossági támogatások biztosítása, élhető, biztonságos település építése, figyelmes közösségi élet szervezése, gyermekeink védelme a mélybe zuhonjon. Ezek közös sikereink voltak, nem engedhetjük elveszni. Alázattal hordozott büszkeség van bennünk,
együtt elért eredményeink fölött. De aggodalmunk is éppen ezért lehet, hogy azok térhetnek vissza, akik eladósították városunkat, környező kis településeinket. Ne engedjük visszatérésüket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Városunk első helytörténet írói szerint kétféle város létezik. A magabiztosak városa és a bizonytalanok városa. A bizonytalan városok lakói úton útfélen megkérdezik a vendégeiktől, jól érzik-e magukat náluk. A magabiztos városok lakói azonban tisztában vannak az értékeikkel, hiszen tudják, mindennapi munkájukkal építik, egyedivé varázsolják városukat. Szeretett városom Makó, ezen magabiztos, egyedi értékeket hordozó város. Makovecz Imre örökség által, Páger Antal, Galamb József, Pulitzer József, József Attila, Marosmenti Konstantinápoly, az egykori Csanád vármegye egyedi értékeit, kultuszát hordozza. Köszönhetően az elmúlt 9 év kiemelt kormányzati, országgyűlési képviselői, megyei és helyi települési közgyűlések együttműködésének és összefogásának. Ezért is egyik legfőbb helyi helytörténeti írásunkban is megjelenő makai mondásunk, ha rossznak érzed magad, vagy rossz történik veled, gyere Makóra, ott biztos jobbá leszel, és magabiztosabbá leszel. Nem csak városunk történelme, de lelkünk, szívünk, tetteink is tükrözik Makovecz Imre városunk arculatát meghatározó építészünk szavait, hogy azzal foglalkozzunk, hogy településeinket újjáélesszük, előre tekintsünk, ne visszafelé, hogy kitaláljuk és megvalósítsuk együtt, hogyan tudnak jobban élni az emberek, s hogy szórakoztassuk magát a Jóistent is, hogy rácsodálkozhassunk tetteire, mert ő örökkévaló és fenntartja nemzetünket, s ha őt sikerül szórakoztatni, akkor az egész világ jobbá lesz, Európa is. Én ebben hiszek. Isten adja, hogy így legyen. Isten éltesse a 30 éves kongresszust, hajrá Magyarország, hajrá Makó!